Jó pár napja csapadékos az idő hazánkban, ezzel együtt a régióban is. A Nádor csatornán is jóval több víz folyik a megszokottnál. Gelencsér János meteorológus szerint napok óta tartó borús időt és a nagy mennyiségű csapadékot az okozza, hogy az ország fölött áthaladó meleg ciklont egy hideg érte utol. Ez pedig réteg felhőzetet alakít ki, vele együtt tartós esőt hoz. Ugyan sok csapadék hullott, de még ez sem közelíti meg a 2010-es évi rekordmennyiségűt, amikor is több helyen az országban a korábbi évek legcsapadékosabb átlagai dőltek meg. Helyenként, tehát az ország több pontján kialakulhat olyan helyzet, hogy a sok éves átlagnál nagyobb mennyiségű csapadék esik le, ami azt jelenti, hogy volt olyan terület az elmúlt napokban, ahol az éves csapadék mennyiségnek az egyharmada leesett egy-két óra alatt. Azt mondom, hogy akkora csapadék mennyiségre országosan, illetve éves szinten nem kell számolni, mint a 2010-es évben volt, viszont többször kell számolni olyan helyzettel, hogy gyorsan, hirtelen nagy mennyiségű csapadék mennyiség fog lehullani. Tehát az idei év nem a csapadék mennyiségében, hanem a szélsőségekben lesz majd rekorder. A mostani borús idő a meteorológus szerint csütörtökig tart majd, aztán jön a napsütés és felmelegedés, bár záporok, zivatarok így is kialakulhatnak majd.